Szeretettel köszöntök mindenkit, és egy technikai információ először, hogy arra kérek mindenkit, hogy a mikrofonját nincsa le. A végén lesz lehetőség kérdezni, illetve hogy közben is, hogy a kérdés merül föl, nyugodtan a csecsába írjátok be, és az előadás végén válaszolni fogok rá. Hogy miről is lesz ma szó, azt legjobban talán egy nagyon rövid, gyors videóval tudnám nektek bemutatni ami egy 30 másodperces kis videó, ami néhány napon belül majd elérhető lesz magyar nyelven is, de talán jól mutatja, hogy mi is az a dolog, ami miatt ö, ö, ennyire lelkesek vagyunk. Úgyhogy most nézzük meg ezt a videót. Ugye olyan csomag van, volt ugye a posta, hogy fél kiló alatt kellett lenni, vagy... A mikrofonokat arra kérem, hogy némítsuk le. Köszönöm szépen. Oké, okay, és akkor reményem szerint mindenki látja a prezentációt, ami a DXN Shop alkalmazásról fog szólni, és mind az App Store-ból, mind a Google Play áruházból ez a alkalmazás már letölthető, úgyhogy arra biztatnék mindenkit, hogy akár a mai nap folyamán, akár a holnapi nap folyamán, vagy a hétvége folyamán, ez bátran töltse le, re, regisztráljon be, kezdje el használni, kezdje el tesztelni, és a hivatalos indulás és ez nagyon fontos, a hivatalos indulása ennek az applikációnak hétfőn, azaz július 1-én 9 órakor lesz. Tehát azt jelenti, hogy bármit csináltok, addig annak nem lesz Úgymond következménye, tehát hogyha regisztráltok rajta keresztül tagot, vagy pedig megrendeltek terméket, akkor egyrészt arra kérnek, hogy ezt a folyamatot ne vigyétek végig, de ha mégis megtennétek, akkor az nem egy valós megrendelésnek fog minősülni, viszont július 1 9 órától kezdve ezen a felületen keresztül is le tudjátok adni a megrendeléseket, illetve új tagot tudtok regisztrálni, illetve jó néhány egyéb funkció is működik ennek az alkalmazásnak a vásárláson és a regisztrácián kívül. Amennyiben letöltöttétek ezt a DXN Shop alkalmazást, itt a baloldali képen látjátok, hogy hogyan is néz ki például ez az App store de hasonlóan néz ki a Google Play áruházba is. Ugye letöltöttétek, és megnyitjátok, akkor a középen található felület jelenik meg, ahol különböző opciók állnak rendelkezésetekre, de mielőtt még erről beszélnék, arra szeretnék mindenkit megkérni, hogy mind a DXN, mind az App Store-ban, mind pedig a Google Play áruházban van lehetőség arra, hogy minősítsétek az applikációt, hogy, hogy, hogy szavazzatok rá, úgymond rétingeljétek, értékeljétek, bocsánat, és ezt arra kérek meneteket, hogy tegyétek meg, hiszen ezzel láthatóvá látik. Ez ugye kívülre szól a valós érté öt pontos öt csillagos értékeléseket szeretnék kérni. Viszont nyilván az applikáción belül mutatjátok majd az őszinte véleményeteket, hogyha ezt nem ötcsillagra értékelitek, hanem kevesebbre. Ez nagyon fontos számunkra, hogy az őszinte legyen, és hogy, hogy megfelelő visszajelzéseket kapjunk. Erről majd később fog beszélni, viszont mindenkit arra szeretnék meg megkérni, hogy a hogy a nyilvános áruházakban ott ö, mielőbb értik el az applikációt a lehető legjobban, hogyha ezt kérhetjük. Jó, tehát, hogyha letöltöttétek az applikációt, akkor megnyitjátok. Mindenkit arra kérek, hogy aki még nem tette meg, az nem most tegye meg. Tehát most inkább figyeljetek, majd utána megteszitek ezt. Rögzítése kerül, hogy láttátok a, a, a webkonferenciát, Tehát a későbbiekben ez elérhető lesz a YouTube csatornán, és ö, tudjátok ott akár többször is megnézni. Tehát, hogyha letöltöttétek az applikációt, akkor ugye van olyan lehetőségetek, hogy bejelentkezzetek, vagy regisztráljatok, vagy pedig folytassátok vendégként. Hogyha arra kattintotok, hogy folytassátok vendégként, akkor nyilván van korlátozott tartalom áll rendelkezésre, viszont a webáruház, tehát a webshop az teljes mértékben látható lesz. Viszont ebben az esetben a termékek fogyasztójáról jelennek meg a, a, a shopban. Én mindenkinek azt javasolnám, hogy, hogy, regisztráljon a DXN shopba, tehát ez nem azt jelenti, hogy a dxn -be regisztrálsz, hanem a DXN shopba regisztrálsz. Ennek ugye az a célja, hogy a DXN Magyarország az egy aktív adatbázist fog építeni, és ezáltal sokkal gyorsabban, könnyebben elér majd benneteket a jövőben az applikáción keresztül. Tehát először meg kell tenni a regisztrációt, hogyha már valaki beregisztrált, akkor ugye elég csak bejelentkezni, ezt nem úgy egyszer kell megtenni, tehát a mai modern Telefonokon keresztül ezt nem szükséges majd minden alkalommal bejelentkezni, hiszen föl fog ismerni benneteket. Hogyan is néz ki a, a regisztrációnak a folyamata? Ugye hoz létre a fiókodat. Szeretnék elmondani, ugye, hogy el, el fog indulni ez az applikáció, ugye hétfőn nap folyamán, és arra, hogy regisztráljuk új partnert, illetve megrendeljétek a termékeket, arra tapasztalataink szerint, illetve a teszt szerint tökéletesen működik, viszont előfordulhatok még benne apró hibák, elsősorban a, a, a szövegben, De ezzel kapcsolatban mindenkinek a türelmét kérnénk, és folyamatosan javítjuk, magyarosítjuk tulajdonképpen ezt az applikációt, hiszen maga az applikáció ugye két nyelvű. Nyilvánvaló, hogyha valakinek a, 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 telefonja magyar nyelvű, akkor alapból a magyar kínálja föl, hogyha angol, akkor az angolt. És De nyilván a nyelvek között lehet váltani. Tehát az első lépés az, hogy létre kell hoznod a saját fiókodat, ide megadod a, a saját nevedet, ahogy te szeretnéd. Tulajdonképpen, ugye az Elvörböjt voltak ugye, különböző karakterütközések, illetve egyéb dolgok, hogy valakinek nem megfelelően jelent meg a neve. Ennek semmi köze itt az evertől, ad meg a saját teljes nevedet, ad meg a DXN-es kódodat, az e-mail címedet, tehát azaz, az a, azt az e-mail címet ad meg, ami jelen pillanatban neked aktív. Tehát lehet, hogy tíz évvel ezelőtt regisztrált az everbe, de az az e-mail címed már ö, nem működik, ö, tehát a valós e-mail címedet ad meg, és válasz egy tetszőleges jelszót tulajdonképpen, illetve meg kell erősíteni a jelszavadat, és azt a telefonszámot ad meg itt amin keresztül szeretnéd, hogy elérjenek téged ö, a, a, az irodából. Tehát ezeket az adatokat ö, nem a felső vonal akarod meg, hanem a DXN Magyarország képviseletének. Jó, hogyha kitöltötted ezt a ö, regisztrációs adatlapot, tehát ö, létrehoztad a saját DXN-sok fiókodat, akkor ugye a ö, következőt fogod ö, látni. Ugye hogy megjelenik tulajdonképpen egy pop-up ablak, tehát egy ilyen kis ablak, miután rákattintottál ide a regisztrációra, és itt ebben az esetben ugye nagyon fontos, hogy aminek egyezni kell az a tagsági kód, tehát amikor kitöltöd a fiókodat, akkor ugye a tagsági kódnak kell Egyezni itt az a képen most nem egyezik, ennek a részleteiben most nem mennék bele, hogy mi az oka, de neked a valós kódolatot kell megadnod, és meg kell adnod az EVOR jelszavadat, tehát amivel az EVOR-be beléptél. Ugyanis mi történik? Ugye az elvőr mögött áll a tagi adatbázis, és ez az applikáció real-time, tehát élőben kommunikál, a, az EVOR-del, és igazából az Everd fog téged hitelesíteni, hiszen ugye a jövőben ezen az applikáción keresztül te hozzáférsz az ASP-gyelegethez, a bónuszodat tudod levásárolni, ezért ugye hitelesíteni kell az evor az, hogy ennek az applikációnak a felhasználója az valóban ahhoz a tagsági kontóhoz tartozó személy, ezért egyetlen egyszer meg kell adnod az Evernek a jelszavát. És nyilvánvalóan nem tudod az Evőd jelszavadat, akkor ez egy külön történet. Ebben az esetben ugye az Evődön keresztül jelszemlékeztetőt kell kérned, illetve kérheted a Budapesti Irodal segítségét, hogyha ezen a területen végleg elakadtál. Tehát megadta a jelszavadat, és az Evőd abban a pillanatban, hogy azonosított téged, ez amúgy egy igazából, hogyha megfelel az internet kapcsolatod, akkor egy ilyen néhány tized másodperces folyamat, tehát nem, nem ilyen hosszú percekig tartó folyamat, és ebben a pillanatban már látni fogod a DXN Shop alkalmazásnak a, 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 nyitó képernyőjét. Ugye a jövőben, hogyha megnyitod a DXN Shop alkalmazást, akkor ez a folyamat már, ugye, evel a folyamattal már nem kell foglalkoznod, azonnal a DXN Shop alkalmazásnak a nyitó oldalára fogsz kerülni. Hogyha ugye megnézed a Dayson Shop alkalmazásnak a nyitó oldát, akkor mit találsz ott? Ugye látsz itt fönn három ikont, erről majd mindjárt részletesen be fogok, fogok beszélni, hogy mit tartalmaz ez a három ikon. Ugye az egyik a helyszínt jelöli, tehát az, hogy a, a, ebben az országban, tehát az adott országban, jelen pillanatban ugye Magyarországon, e, e, mik az irodának az elérhetőségei, vagy hogyha van Service Center, a Service Center elérhetőségei, illetve a saját profilodat tekinteted meg, illetve itt látod majd a notifikációkat. Tehát ugye nagyon hasznos, hogy ezen a rendszeren keresztül téged az iroda azonnal el tud érni ilyen notifikációs üzenetekkel. Tehát ugye nyilván ahhoz, hogy valaki e, tudja használni ezt a, e, az alkalmazást, ahhoz okostelefon kell, készül majd neki a webes verziója, nagyon röviden belül az is elérhető lesz, és akkor weboldalon keresztül is ezek a folyamatok, folyamatokat el lehet végezni. Folyamatok rendelkezésére állnak. Van egy szabadszavas keresés, tehát itt bármilyen kereső szót beírsz, akkor az annak megfelelő találatokat ki fogja adni a termékekkel kapcsolatban, illetőleg ugye a kereső funkció alatt láthatók a termékkategóriák, és ugye ezt így vízszintesen lehet scrollozni az új addal, tehát az összes termékkategóriát megtekintető, illetőleg ugye látjátok, hogy vannak különböző banerek, különböző reklámfelületek, amivel ugye nyilvánvalóan a nyitó oldal, az iroda a legfontosabb információkat szeretné hozzá eljutatni, ez lehet ugye új termékek, mint ebben az esetben, lehet ugye promóció, rendezvény, bármi, ezt mindig a magyar fogja menedzselni ezt a tartalmat. Azt gondolom, hogy számodra, mint üzletépítő számára viszont nagyon fontos, hogy az első banner alatt láthatod a PPV értékeidet, tehát a saját PPV értékeidet. Ugye ez kizárólag az európai régió, ugyanúgy, mint az Everben, az európai régióban vásárolt saját pontértékeid láthatóak, ez megegyezik az Everdel. Tehát itt nincs sajnos jelen pillanatban a lehetőség, hogy saját adatbázis lehet, legyen, tehát mi mindig kommunikálunk az Everdel, amikor te megnyitod ezt az alkalmazást, akkor mindig frissíti tulajdonképpen a pontjaidat, és hogyha nyilvánvalóan az everbe még nem látszik a pontértéked, akkor itt se látszódhat. Tehát ez erre technikailag más lehetőség nincs. És ugye látszik a, a PGPV értéket, illetve a DGPV értéked itt három ö, ö, gömbbe karikában elhelyezve. És mellette található egy ö, kis emberi ikon, egy plusz jellel, ez azt jelenti, hogy ha valaki erre kattint, akkor itt azonnal be tud regisztrálni egy új tagot ezen az applikáció felületen, nagyon egyszerűen, nagyon gyorsan. És alatt, ugye, látható még egy banner, illetve nyilvánvalóan függőlegesen lehet mozgatni az applikáció tartalmát, a nyitó oldalát, és alatt még vannak, ugye, különböző lehetőségek, ugye. A gyak, most itt a baloldali képe, képen látjátok, ugye a gyakran vásárolt termékeket listázza adatbázis alapján majd a, 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 a rendszer tulajdonképpen, ami nyilván az applikáción keresztül így gyakran vásárolt termékeket, tehát ehhez kell egy kis idő, amíg ez valós információkkal fog majd rendelkezni. És ugye itt látod a terméknek a legfontosabb adatait, ugye most még a baloldali képről beszélek, ugye a pontértékét, Ugye látsz egy kis szívecskét, hogyha arra rákattintasz, akkor be tudod tenni a kedvenceid közé a termékeket, és nem kell a később el keresni. Látod a terméknek a termékkódját, a pontos hivatalos elnevezését, ami az állistában szerepel, látod, hogy hány tasak van abban a csomagban, és mennyi, mennyi a, a DX-en ára, és egyszerűen beteheted a kosárba. Nyilvánvalóan, hogyha rákattintasz, és most itt a középső képre e, térnék rá, az összes, tehát hogy a kategóriai rendezésben az összes termékbe, akkor uh, szintén ugye föl le tudod scrollozni a termékeket, és látod a termékeket, és uh, azonnal a tudod tenni. Tehát ugye a cél az volt, hogy nagyon felhasználó barát legyen, és nagyon gyorsan el tud végezni a, a termék megrendelést. Ugye maga ez az applikáció 99,9%-ban ugye már a meglévő tagoknak szól, akik, akiknek ugye az a céljuk, hogy minél gyorsabban és minél egyszerűbben termékhez tudjanak jutni. Ugye, hogyha rákatintasz a kosárra, akkor ugye a bekerül automatikusan a termék a kosárba, viszont hogyha magára a termékre kattintasz rá, már felületre, akkor megjelenik magának, ugye, amit a jobb oldali képen láthatjátok, a terméknek a, a bővebb bemutatása, a leírása. Ez ugye áll négy darab képből, és áll egy úgynevezett ilyen 360 fokos nézetből. Ezt ugye a bevezető videóban láttátok már. Ez ugye azt jelenti, hogy ha az újatokat a termékre teszitek, akkor így körbe tudjátok nézni a, 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 terméket. És nagyon fontos, hogy itt ezt a megjelenítést standardizáltuk, tehát ami azt jelenti, hogy minden termékfotó csak a központban a, a fejlesztő osztályon készíthető el. Ezért előfordulhat az, hogyha gyorsan jelenik meg új termék, akkor uh, annak a termék fotója egy kicsit késni fog, hiszen nem szerettük volna azt, hogy különböző minőségű beállítások képek jelenjenek meg. Tehát minden terméktől legalább négy fotó készül, és van ez a 360 fokos uh, nézet. Ugye itt, hogyha egy terméknél uh, az adott termék több kiszerelésben is megjelenhető, akkor itt is tudtok váltani, ugye a Morinzinál például ugye van a 285 ml-es, illetve a, a, nagyobb kiszerelés. És ami nagyon fontos, hogy alatt található még egy úgynevezett termékinformáció menüpont, itt a jobb oldali képen látjátok, és most már, ugye itt a, látjátok, hogy hogy néz ki a 360 fokos nézet, a baloldali képen a jelenlegi dián, ezt ugye videóformájában is meg tudjátok tekinteni, mert hát indítani, de az újatokkal is tudjátok mozgatni. És a termékinformációnál próbáltuk összeszedni, próbáltuk kategorizálni azokat a legfontosabb információkat, amik, amik felmerülnek a vásárlás során, az értékesítés során. Ugye mit lehet tudni a gyártóról, milyen tanúsítványokkal rendelkezik, mi a terméknek a különlegessége, tényeket szedtünk össze mik az előnyei, mik az összetevői, hogyan fogyaszt, mindenki fogyaszthatja a terméket. Ugye nagyon sok piacon ugye fontos a haláltanúsítvány megléte, milyen tanúsítványokkal rendelkezik, mi van rajta pontosan a termék címkén, illetve egy jogi nyilatkozat. Hogyha, lenyitjátok például a tények a DXM Morinziről, akkor a jobb oldali menüpontban, jobb oldali képen, láthatjátok, hogy mit írtunk erről, nagyon fontos, hogy a termékinformációkkal kapcsolatban türelmeteket kérjük. Ugye említettem, a DXN Shop elsősorban a meglévő munkatársaknak szól, nem akartuk tovább húzni az időt, vannak ö, fordítási hibák még a, a, a leírásokban, vannak még pontatlanságok, ö, vannak helyesírási hibák is. Ezeken gőzerővel dolgozunk, és azt gondolom, hogy egy-két héten belül ezeken rendben Do, nagyon köszönjük a, a vezetői csapatnak a segítségét, akik már eddig is tesztelték, és nagyon sok ö, észrevételt tettek, de majd fogok erről beszélni, mindenkinek az észrevételeire nyitottak vagyunk. A termékleírással kapcsolatos észrevételekre viszont észrevételekkel kapcsolatban egy kis türelmet kérünk, tehát nem kell mindenkinek jelezni az, hogy valami ott el van írva, mert, mert még ez nincs 100 százalékba átnézve, de azt gondoljuk, hogy jelen pillanatban sokkal fontosabb az, hogy egyszerűen is gyorsan tudjatok rendelni, hiszen valószínűleg, aki már évek óta fogyasztja például a morinzit, az nem releváns számára a rendelés szempontjából, hogy milyen előnyei vannak a terméknek, hiszen ezt már tudja. Jó, de ezt, a részét rendbe fogjuk tenni néhány héten belül, vagy még annál is gyorsabban, és akkor ez, is tök, ez a része is tökéletesen fog működni. Ugye, hogyha rákattintatok a Hozzáadás a kosárhoz ott a lenti linken, akkor ugye följön egy ilyen kis pop-up ablak, hogy hozzáadva a kosárhoz, és megjelenik a kosarat tulajdonképpen. Ugye itt eh, ahhoz, hogy eh, eh, az, abban a kosárban lévő termékeket meg is tud rendelni, ezt a kis pipát itt ki kell eh, jelölnöd, ami nyilván, hogyha kijelölted, akkor egyrészt ki is tudod törölni, tehát itt a kukába tudod tenni, vagy hogyha több termék van, akkor egyszerre ki tudod választani és hogyha ezt megtetted, akkor egy nagyon fontos információ fog megjelenni, a, ami én azt gondolom, hogy minden üzletépítőnek, minden olyan vásárlónak, aki bónusz szeretne kapni, nagyon fontos, hogy itt a, az alján, most a jobb oldali képről beszélek, az oldal alján, az összeg alatt meg fog jelenni egy nagyon fontos információ, hogy mennyi az összpont érték, és ami ennél sokkal fontosabb, hogyha ezt a terméket megvásárolod, akkor mennyi lesz az összes személyes pontértéked abban a hónapban. Tehát nem fordulhat elő az, hogy vásárolsz, és akkor hoppá, most véletlenül 98 pontért vásároltál, vagy 298 ért és ez miatt a el bónusztól, hanem, hanem tudni fogja a rendszer az, hogy mondjuk egy héttel ezelőtt már vásároltál 27 pontért, előző Euh, még egy héttel előtte 32-ért, azt a kettőt összeadja, megnézi, hogy most mennyi van a kosárba, és kírja kiírja oda neked, hogy a teljes havi PPV összesen az mennyi. Ez nyilvánvalóan e-world adatokkal dolgozik, tehát azokkal az adatokkal tud dolgozni, ami már az e be euh, megjelent, de én biztos vagyok abban, hogy ez egy nagy segítség lesz mindenki számára a kalkulációnál. Ugye itt egy másik termék is ö, ö, megtalálható, csak így mintaként hoztam ide a black kávét, viszont amire most szeretnék kitérni, hogy a jobb felső sorokban ez a három ikon, ami itt található, itt ö, ez mit jelent. Tehát, hogyha az elsőre kattintotok erre a kis hely meghatározó ikonra, vagy valami ilyesmire, akkor meg fog jelenni ugye a DXM Magyarország, az Europe KFT-nek a, a címe, a központi telefonszáma, egy e-mail cím, és a, az országigazgató neve. Ez a kis fejikon majd kileszerélve reményeink szerint már a holnapi a folyamán, illetve ezen a felületen fog megjelenni a, a, az adott irodának a nyitvatartási ideje illetve lesz ott egy kód is tulajdonképpen, egy GPS koordináta, amire, hogyha rákattintasz, akkor automatikusan megnyitja a térképet, és aki még először jár ott, akkor be tudja állítani az útvonal beállításokat. De itt meg fog jelenni a nyitvatartási idő, illetve ezt folyamatosan az iroda upgrade fogja, ami azt jelenti, hogy ha van valamilyen rendkívüli nyitvatartás, vagy nyitvatartási módosítás, akkor ez itt mindig frissítve lesz. A a következő menüpont tulajdonképpen, tehát hogyha most itt a középső képet nézitek, ez a kis fejikon vagy, vagy profilikon tulajdonképpen, tehát hogyha valaki erre rákattint, akkor ugye, megnézi tulajdonképpen a, a, a menüt tulajdonképpen, hogy ez hogy is néz ki, mi is található. Ez egy nagyon fontos menüsor tulajdonképpen, és ezen most végén is mennék. Hogyha az elsőre kattintasz a tagsági kártyára, akkor megjelenik tulajdonképpen a, a, a saját neved, a saját tagsági kódod, a szponzorod neve és a szponzorod kódja. Ezt ugye át tudod írni itt a, a tagsági nevedet, tehát például ugye most engem is itt a bal oldalon úgy köszöntött a rendszer, hogy Kocsó László, de ugye a feleségemmel, Anikóval együtt építjük ezt az üzletet, tehát én ezt át tudom írni arra, hogy szia Anikó és Laci, hogyha akarom, tehát ez, 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 ez szabadon megváltoztatható a profilbeállítások menüpontban. Tehát visszatérve a DXN tagsági kártyára, itt ugye látható egy középső kis képikon, itt igazából te föl tudod tölteni a profilképedet, illetve meg fogom mutatni a, a, a profilbeállításoknál is ö, föl tudod tölteni a saját fotódat, képeret, ezt bármikor meg tudod változtatni. Ugye magának, ennek a DXN tagsági kártyának jelen pillanatban egyetlen egy jelentősége van, hogyha ha gyorsan meg akarod nézni a kódodat, mert nem tudod fejből, akkor ezt most erre lehet használni. Ugye a későbbiekben magát, ezt a kártyát is majd hozzá lehet adni a tárcához, ugye mindkét operációs rendszeren, mind Androidon, illetve, mind, illetve a iOS-en is van tárca, tehát hozzá lehet adni. Ez igazából egy kicsit egy ilyen jövőbe mutató fejlesztés, hiszen az lesz majd a jelentősége ennek a későbbiekben, hogyha valaki mondjuk személyesen vásárol, bárhol, akkor egyszerre megnyitja az applikációt vagy a tárcáját, és ezt a QR kódot tulajdonképpen a számlázó rendszer beolvassa, és mindenféle hiba lehetőséget kizárva már az ő, ő, adatai jelennek meg a számlázó programba, és az ő, hozzá lesz hozzárendelve biztosan a vásárlás. A következő menüpont, ez a DXN szponzor és hogyha erre rákattintotok, akkor a jobb oldali képet látjátok, ugye ez egy QR kód, QR kód és ezt egyszerűen, hogyha bármilyen telefonnal beolvastatjátok, akkor automatikusan megjelenik a regisztrációs felület, tehát a regisztrációs lap, ahol már a te adatodat, tehát a szponzorneved és a kódod már megjelenik, és egyszerűen gyorsan be tudsz bárkit regisztrálni magad alá. A következő lehetőség, én azt gondolom, hogy ez üzletépítési szempontból nagyon fontos, ez az én DXM névjegyem. Tehát, hogyha most visszamegyünk ugye itt erre a menüsonra, ez a harmadik menüpont, a DX névjegy kártyám, majd még fogunk finomítani a szövegeken, és itt igazából ebben a menüpontban arra van lehetőséget, hogy bármilyen mennyis, bármennyi névjegykártyát létre tudsz magadnak hozni. Mit értünk ez alatt? Ugye rákattintasz oda alul, hogy ugye névjegykártyának a létrehozása, Elnevezed azt a kártyát, tehát például mondhatod azt, hogy ez a Ganodermás kártya, vagy kávés kártya, ez rád van bízva, megadod a nevedet, az e-mail címedet és a telefonszámodat, és ezt követően pedig, hogyha akarod, akkor hozzáadhatod a, az egyik social media felületedet, vagy akár többet is hozzá lehet adni, tehát, tehát bármennyit, azért nyilvánvalóan minél többet adsz hozzá, tehát hogy a négy közül a négy nagy közül, Uh, nyilvánvalóan a QR kód annál bonyolultabb lesz, amit legenerál, tehát nem, nem, célszerű én azt gondolom, hogy nagyon sokat uh, hozzáadni. Hozzáadhatod a saját weboldaladat, illetve hozzáadhatsz egy megjegyzést, hogy hát uh, nem tudom, uh, uh, gyógykávé a uh, hasfájásra, most mondtam valami butaságot, tehát valami, valami kézzelfogható ügyes kis marketing szöveget, és hogyha mondjuk ez volt a uh, kártyás vagy a kávés névegyed, akkor ez elmentődik tulajdonképpen, és hogyha találkozol valakivel, akkor megmutatod neki ezt a QR kódot, és ő be tudja olvasni, és a telefonjában nem csak a neved és a telefonszámod lesz benn, hanem az összes adatod és ez a, a megjegyzés is. Tehát igazából, mint egy digitális névjegykártyát használhatod, és többet is létrehozhatsz. Tehát nyilván, hogyha valahol több weboldalad van, vagy több social media felületed van, vagy akár nem, nem akarsz hozzáadni social media felületet, meg weboldalt is, csak valami üzenetet, a, akár valamelyik termékkel kapcsolatban, akkor külön névjegyeket generáltatsz, és hogyha valakivel találkozol, akit a ganoderma érdekli, akkor a ganodermáról adsz információt ebben a ö, formában. Tehát bármilyen mennyiségű névjegyet létrehozhatsz, nyilvánvalóan nem tudsz semmit elrontani. Mert hogyha létrehozza egy névjegyet, és az nem tetszik, akkor kitörlöd és létrehozva egy újat. Tehát nem nem lehet elrontani a rendszert, nem kell félni a használatától. Jó, tehát uh, itt uh, ezeken a felületeken is tulajdonképpen még uh, ezt uh, mutatom, hogy hogy néz ki tulajdonképpen itt a baloldali képen a névjegye. És ugye a, a következő uh, lehetőség ugye a profilbeállítások, ahol uh, meg tudod adni a címedet, a, a, a profilban. Ugye a következő, amiről szeretnék egy kicsit beszélni, ez a DXN tagregisztráció. Tehát, hogyha ugye már említettem, hogy bármikor hozzáadhatod, ö, ugye a, a nyitó oldalon ö, mutattam ezt a lehetőséget ott a középső képen ö, jelen pillanatban látszik, hogy ö, ha az emberi kora kattintasz profili kattintasz, akkor megjelenik tulajdonképpen ez a ö, DXN tagregisztrációs ö, felület illetőleg akkor is, hogyha valaki beszkenneli azt a QR-kódot, ugye a szponzorkártyával beszkenneli, akkor is ez a felület jelenik meg, és igen, nagyon egyszerűen megadod ugye az illetőnek a nevét, az országát, az állampolgárságát, ugye a születési idejét beállítod, fiatalannak kell lenni ugye mai nappal, mint 2006. június 27, hiszen ugye 18 év a korhatár, utána megadod a címedet, és megadod a telefonszámodat, meg az e-mail címedet. Ugye a személyigazolvány utavérszám Magyarországon nem kötelező, úgyhogy ez ki fog kerülni egy-két napon belül erről a felületről, és ugye választasz magadnak egy jelszót. És ami nagyon fontos, hogy ahogy ott le is van írva, hogy a későbbiekben nem kell kapcsolódnod az e hogyha ez megtörténik, hiszen megvan a jelszó, amivel be tudsz lépni az e is, be tudsz lépni a DXN Soba is, tehát már nem kell a DXN Sobba utána külön regisztrálnod, hogyha ezen a felületen keresztül, mint új regisztrációt végez valaki, azoknak már nem kell újra regisztrálniuk a DXN shop meg, meg, hitelesíteni magukat az Everdön keresztül, hiszen itt ebben a folyamatban ez automatikusan megtörténik. Ugye... Ez egy kicsit későbbi oldal, de valahogy most került ide hogy számítunk mindenkinek a visszajelzésére, tehát a tranzakciók után, ugye itt ez a, a menüben, ugye a, nem megyek most végig az összes menüponton, hiszen ugye a, a rendeléseid megtekintése, a saját teljesítményed, ugye az, hogy mit csináltál, vásárlás szempontjából a teljesítményed, itt megtekintető majd az összes eddigi tranzakciót, regisztrációknak az adatai, de ugye amit itt kiemelek, egy-két menüpontot, ugye az egyik az az értékelési javaslatok, hogy ugye ezt mutattam most itt meg, hogy mindenkinek várjuk az értékelését. Ez nagyon fontos számunkra, ezek a visszajelzések, hiszen a célunk nem kisebb, mint az, hogy a világ legjobb ilyen direktértékesítő applikációját hozzuk létre és azt gondolom, hogy erre azért leszünk képesek, nem a csapatom miatt, vagy nem miattam, aki menedzseli ezt a csapatot, hanem miattatok leszünk erre képesek, hiszen mi nagyon nyitottak vagyunk a javaslatra, javaslatokra, az applikáció úgymond soha nem fog elkészülni, hiszen mindig fogjuk fejleszteni. Tehát nem az számít, hogy ki mondja, hogy egy kezdőmunkatárs mondja, vagy egy klondájmond mondja, hanem az számít, hogy mit mond. Tehát bármilyen javaslatod van, bármilyen fejlesztési ötleted van, akkor ö, mi ezeket a fejlesztési ötleteket három havonta összegyűjtjük, priorizáljuk őket és meg fogjuk valósítani, hiszen az a cél, hogy valóban ez legyen a legfelhasználó, barátabb, legkönnyebben kezelhető ö, applikáció. Ugye a következő ugye a szállítási cím, többféle szállítási, szállítási címet is tulajdonképpen be tudsz állítani. Itt a a profil menüpontban, és ugye ennek az az előnye, hogy a későbbiekben nem kell mindig megadni a szállítási címet, hanem egyszerűen kiválasztod a listából azok közül, amit már megadtál szállítási címeket, és tényleg egy-két kattintással meg tudod rendelni a terméket. Ugye bármikor tudod módosítani a jelszavat, itt van a lehetőség arra, hogy módosítsd a, a, a nyelvet, későbbiek majd az országot is. Ugye jelen pillanatban nincs átjárhatóság az országok között, illetve ugye ez az alkalmazás most július Magyarországon kívül, ugye Görögországba, az Egyesült Arab Emirátusokba és Szaudarábiába fog még csak működni. De a későbbiekben az a cél, hogy magyar üzletépítőként hozzáférj a teljes európai rendszerhez, tehát bármikor át tudj, tehát például most ugye nyáron úgy döntesz, hogy mondjuk Görögországban mész nyaralni, akkor át tud lépni a görög rendszerbe, Nyilvánvaló a görög rendszer is ugye több nyelvű, tehát angol és görög, tehát hogyha beszélsz angolul, nem is kell hozzá igazából beszélni, hiszen annyira egyszerű a használata, akkor meg tudod rendelni a Görögországból a termékeket, nyilvánvalóan kizel a Görögországi címre, tehát tudod, hogy hol fogsz megszállni, melyik szállodában, akkor már akár oda tudod rendelni magadnak a kedvenc kávédat. Tehát Európában ilyen formában átterhető lesz a rendszer, Európán kívül nem, csak egyedi engedéllyel. Ami azt jelenti például, hogy valaki mondjuk kvalifikál egy ips utazásra, ami mondjuk a Dubajba, vagy akár Maláziába, a későbbiekbe, vagy bármilyen más országba, akkor az adott országnak a kanti menedzsere az ips utazóknak már az utazás előtt egy hónappal ad egy ideglenes hozzáférés, hogy ők már meg tudják nézni az adott országban, milyen termékek érhetők el, esetleg előrendelést tudnak leadni, hogy amikor majd ott lesznek, akkor össze legyen készítve a, a csomag, de ezt nyilvánvalóan bárki kérdezheti majd a későbbekben, hogyha mondjuk Dél-Amerikába utazik, vagy Afrikába, és már ott elérhető ez a rendszer, akkor nyilvánvalóan egy ilyen ideglenes átjáratóságot biztosít a a számára. Ugye, illetőleg, ugye, ami nagyon fontos, hogy ebben a menüpontban ö, találod meg ugye az értesítéseket, tehát hogyha most a jobb oldali képen a harmadik menüpontot nézitek, ugye ezek az úgynevezett push üzenetek, ami ugye a harmadik menüpont ugye a jobb oldali képen fölül, az a kis csengő, tehát ugye alapértelmezetként mi azt feltételezzük, hogy a DXN tagokat minden információ érdekli, ezért minden push üzenet automatikusan be van kapcsolva, hogyha ezeket nem szeretnéd, akkor ezeket ki tudod venni, illetve az e-mail értesítések is be vannak, hiszen most már, hogy itt tudod upgrade-elni, frissíteni úgymond a, az e-mail címedet a regisztrációkor, ezért a cég mindig egy valós is fog rendelkezni, és e-mailbe mindenkit el tud érni. Jó, tehát ezekre, ez nagyon fontos, hogy ezeket a beállításokat el tud végezni, illetve ebben a menüpontban, tehát ebben a beállítások menüpontban van ugye a lehetőség a nyelvválasztásra is. Tehát arra törekedtük tényleg, hogy nagyon egyszerű legyen az a, a, a az alkalmazás. Ugye most már több mint fél órája itt beszélek róla, tehát nem kell megijedni, tehát nem ennyire bonyolult, nem lehet rajta elrontani semmi. Ugyanúgy nézelődni kell benne, és én azt gondolom, hogy minden megtalálható, amire kíváncsiak vagytok. Ugye a következő képet, itt a jobb oldali képet azért tettem be, hogy így néz ki, hogy ugye most megváltoztak a tripekkeknek a, a csomagolásai, és ezért lekerültek a, azok a fotók, tehát ugye ö, majd ezt is fogjuk cserélni magyar nyelvűre. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy majd hamarosan megjelenik új kép. Én már viszem ki az új tripec-eket a jövő héten Malajziába, tehát az azt követő héten már le lesznek fotózva, és akkor föl fognak kerülni, ugyanúgy, mint az új termékek, a, majd ami hamarosan megjelenik új kávé, illetve az Omega 3-nak a fotója is, fotói is, ami még most ugye nem elérhető. És most elérkeztünk, ugye, hogyha lent nézed az applikációt az alsó sorban, ugye a főoldal mellett található egy ilyen csoportos megrendelés, és, a, és, ugye felhasználói szemmel gondolkozva azt gondolom, hogy ez talán az egyik leginnovatívabb dolog, amire egy üzletépítőnek szüksége van, hiszen nagyon sokan rendeltek közösen, csoportosan, és ezt hogy lehet megtenni egyszerűen. Ugye a csoportos rendelés ezen a felületen úgy tud kinézni, hogy előre hozzá tudsz adni új tagot, tehát az új tagon itt azt értjük, hogy olyan tagot, aki a te hálózatodban van, és már beregisztrált, tehát van neki egy kódja, és hogyha rákattintasz oda az új tagnak a hozzáadására, akkor följön egy ilyen pop-up megadod az illetőnek a DXN kódját és a nevét, és egyszerűen hozzáadod a csoportos rendelési listához. Tehát, hogyha például te rendszeresen szoktál mondjuk 3-4-5 embernek megrendelni, akkor egyszerűen ugye itt legalul a, a DXN Shop alkalmazás alsó menüpontjában, ugye balról a második a csoportos megrendelés, hogyha erre rámész, akkor itt tulajdonképpen hozzá tudtad adni a, az illetőt, és ugye van ott egy olyan link, hogy mutas többet, azt majd kifőcsönnél valami további részletekre, vagy valami magyarosabbra, és akár a fényképét is föl tudod tölteni az illetőnek te. Ha rátakatintasz a mutas többre, akkor ugye ott van egy ilyen kis szerkesztési ikon, ugye a csoportok szerkesztése, bármikor ki tudod cserélni a nevét, tehát ez nem, a, itt a DXN kódja a lényeg, tehát hogyha van valami beceneve, ahogy te ismered, akkor odaírhatod, ö, föltöltetsz róla egy fotót, hogy a későbbiekben jobban tud kiválasztani, gyorsabban tud kiválasztani az illetőt, vagy akár tudod törölni a, az illető tagot erről a listáról, tehát a csoportos rendelési listáról. És ugye, hogyha későbbiekben le akarsz adni egy csoportos megrendelést, ugye beszedeszed a saját termékeidet a, a, a kosárba. Ugye ezt nagyon egyszerűen megteheted, hiszen ugye látni fogod már a régebbi megrendeléseidet ugye, a profilodnál, tehát akár csak újra elküldöd azt a megrendelést, hogy akár a kedvenc termékeidre ugye rákattintasz a kedvencek menüpontra, ugye legalul középpont arra a kis szívecskére, akkor, akkor tényleg csak néhány kattintással már a kosárban vannak a termékek, viszont ugyanezt meg tudod csinálni a csoportos megrendelésnél. Hogyha, tehát, hogyha van egy, munkatársad, aki általában mindig ugyanazt az egy, két, három vagy négy terméket rendeli, akkor ezeket a termékeket hozzá tudod, hozzá, hozzá tudod az illetőzadni adni itt a következőben, hogy látszik, hogy termék hozzáadása, megjelenik a terméklista, tudsz keresni is, köztel vagy a kategóriák között, ugye itt van ez a különböző filterek itt a a baloldali képen ugye lehet árszerint szerint kategorizálni, lehet pontérték szerint listázni a termékeket, ugye ez is tapasztalat, ugye, hogy van, amikor mondjuk vásárolták 286 pontért, de hát még 14 pontért vásárolni kellene valamit, hogy ugye meglegyen a 300 pontot, de konkrét elképzelésed nincs, vagy csak akár 3 pontért kellene valami termék, akkor egyszerűen azt a filtert, ott a keresés mező mellett úgy állított be, hogy pontérték szerint, és már is kidobja neked a ahhoz az értékez legközelebb eső pontértékű terméket, és be tudod tenni a kosárba. De visszatérve ide a csoportos megrendelésre, ugye ez úgy néz ki, hogy hogy ez nem megrendelés még, hanem egyszerűen előre magadnak be tudod állítani, hogy az XY általában Black Cavit és Morinzit rendel, tehát ezt hozzáadod oda az ő nevéhez, és amikor ő majd újra rendel, és kéri, hogy csináljatok egy csoportos megrendelést, csak rákattintasz egyszerűen a nevére, és kiválasztod azokból a termékekből, amiket ő rendszeresen rendel, hogy, hogy melyik terméket rendeli most, és már teheted is a kosárba egy kattintással. És ugye utána a kosonamnál ugye van az összesítés, ugye ezt már mutattam egyszer, ugye, hogy mutatja a teljes havi PPV összesen. Ezt követően ugye meghatározhatod a szállítási címeret, tehát az a következő. Nyilván, hogyha van elmentett szállítási címed, akkor nem kell mindig megadnod, hanem csak kiválasztod a a szállítási címek közül, illetve ugye van lehetőség arra, hogy személyesen átvétel az üzletbe. Ugye jelen pillanatban csak egy iroda van, de néhány napon belül majd nyílik egy service is Magyarországon, tehát akár a kettő közül is tudsz válaszol, választani, hogyha személyesen szeretnéd átvenni a megrendelésre. Ugye a szállítási címnél ugye egyszerűen megadod a szállítási adatokat, és elmented, és utána ezt látni fogod, tehát ebbe semmi különlegesség úgymond nincs bármilyen mennyiségű szállítási címet hozzá tudsz adni, és tetszőlegesen tudsz ezzel, ezek közül választani a megrendelésnél. Ezt követően ugye következik a szállítás, ugye kiválasztottad a szállítási címet, ezt is ugye bármikor tudod ö, szerkeszteni, adhatsz egy megjegyzést a futárnak ezen keresztül, illetve akár az irodának a szállítással kapcsolatban, majd pedig ugye következik a fizetés, ahol lehetőséged van, felhasználod az e-point az ASP bónuszat lehetőséged van ö, 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 fölhasználni, ugye az érvényes feltételek szerint. Ugye itt is folyamatosan egy egy kommunikáció van az Everdel, ami ugye a háttérben történik, és ugye nagyon gyors, tehát elméletileg itt semmilyen késlekedés nem lehet. Illetőleg ö, lesz lehetőség arra, hogy bankkártyás ö, fizetése is, Jelen pillanatban hétfőn ez a szolgáltatás még nem lesz elérhető, ennek ugye az az oka, hogy új cég van Magyarországon június 1-től, és ez a folyamat még itt a bankkal nem zárult le, hiszen voltak más fontosabb dolgok is, de nagyon rövid időn belül, tehát egy-két héten belül a jelenleg rendelkezésre álló információk alapján, vagy akár már hamarabb, a bankkártyás fizetés is elérhető lehet, elérhető lesz, Uh, ugye legtöbben tapasztalatok szerint az utánvétes fizetést használjátok, tehát uh, ez, a, ez a lehetőség már már hétfőtől is uh, elérhető a, a rendszerben. Uh, és igazából ennyi volt a, az applikációnak most uh, röviden a, a, a bemutatása, és uh, amit el szeretnék uh, ezzel kapcsolatban uh, még mondani, az az, hogy uh, a DXM Magyarország egy fantasztikus ajánlatot biztosít mindenki számára, aki szeretné használni mi hamarabb az applikációt, mégpedig egy teljesen ingyenes szállítási lehetőséget, ami a szó teljes volumenében igaz, tehát semmiféle apróbetűs rész nincs, tehát akár egy terméket is meg lehet rendelni ingyenes szállítással. És ez, ez a következő képen néz ki, hogy ez a promóció július 1-e és szeptember 30-a között tart. Ugye bármikor felhasználható ez a promóció az időszakon belül, viszont a, a teljes megrendelések, tehát a teljesen ingyenes megrendelések azok, a regisztrációtól számított egy hónapig érvényesek. Tehát értem ez alatt a regisztráció, hogy amikor az applikációba beregisztráltál. Nyilvánvalóan jó néhány vezető már régebben használja a rendszert, nekik ez elsőjétől indul az egy hónap, tehát ami azt jelenti, hogy egy hónapon belül az első... Kicsit most belezabadottam, bocsánat. Tehát teljesen ingyenesen kiszállításra kerülnek, az applikáción belül regisztrációra számított, egy hónapon belül a rendelések teljesen ingyenesen kiszállításra kerülnek, és az egy hónap után, tehát ugye az első három hónapra, akkor pedig csak az utánvétnek a díját kell kifizetni, az 500 forintot és nyilvánvalóan az egy hónap, a teljesen ingyenes egy hónap, az aki akkor fog indulni a többiek számára, amikor ők beregisztrálnak az applikációba. Tehát, hogyha valaki mondjuk július 22-en regisztrál be, akkor ez a teljes ingyenes időszak, ez július 23 vagy 22 és augusztus 22 között fog tartani a számára. De erről, ezzel kapcsolatban még a hétfői nap folyamán ki fog menni egy részletes hírlevél, a DXN központja részéről, ahol ez pontosan lesz. Nyilván az applikáció ezt automatikusan fogja figyelni. Tehát azt gondolom, hogy érdemes minél hamarabb beregisztrálnatok az applikációba, és a jövő héttől elkezdeni használni, és ezen keresztül rendelni, hiszen az a egyrészt nagyon fontosak számunkra a visszajelzéseitek, és itt most hangsúlyozom nem elsősorban arra, hogy most hol találtok helyesírási hibát. Ezek is fontosak, de ezek javítva lesznek, hanem hogy mennyire gördülékenyen működik számotokra ez a dolog, mennyire felhasználó működik, és nyilván van az a cél, hogy minél többen regisztráljanak az applikációba, tehát a régi munkatársaitokat, az inaktív munkatársaitokat is érdemes megkeresni, és tájékoztatni őket erről a fantasztikus lehetőségről, hiszen most akár ugye egy termékelt is egy új terméket is ki tudnak próbálni ingyenes kiszállítással. És ugye ennek az lesz az előnye, hogyha valaki ugye tagként, régi tagként beregisztrál az applikációba, akkor ugye az adatai rendelkezésre állnak a cégnek, és sokkal könnyebben tudja elérni a cég majd őt a jövőbeni promóciókkal, hiszen tudjuk azt, hogy a jelenlegi hírlevél rendszer az nem annyira felhasználóbarát, sokszor nem jutnak el a hírlevelek a hírlevél feliratkozókhoz, Viszont ugye a notifikációs üzenetek az applikáción keresztül, ezek mindenki telefonján azonnal ott lesznek, mindenféle késlekedés nélkül. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy mindenkinek az üzlete fog azzal növekedni, hogyha, hogyha a, a csapattagjaikat behozzák ebbe az applikációba, hiszen biztos vagyok benne, hogy sokkal könnyebben, gyorsabban, egyszerűbben, felhasználó barátan tudnak rendelni. Ugye jelen pillanatban a DXN Magyarországnál ugye teljesen új menedzsment van, és a DXN mint központi cég, tehát a DXN anyacég operál most már Magyarországon. Folyamatosan egyeztetünk az új kanti menedzserrel, Kizolival, Kizoltánnal, és Épp a mai nap folyamán is volt megbeszélés, és az a cél, nem hétfőtől, de a nagyon közeljövőben, hogy azokon a csatornákon keresztül, ami most termékmegrendelés zajlik, nem csak termékmegrendelés fog zajlani, hanem információ megosztás is. Tehát, hogyha bárkinek bármilyen kérdése van az applikációval kapcsolatban, vagy bármilyen más ügyel, bármilyen elakadása van, akkor azok a kollégák, akik ott dolgoznak, fel lesznek arra készítve, hogy ebben is segítséget tudjanak nyújtani. De én bízok abba, hogy van annyira egyszerű ez a rendszer, hogy nem lesznek ilyen jellegű problémák. Igen, tehát bocsánat, igen, tehát három megrendelés kiszállítása az ingyenes. Tehát nagyon fontos, hogy, hogy ebben a promóciós időszakban három megrendelés kiszállítása, tehát ezt még egyszer szeretném pontosítani, tehát július 1 és szeptember 30-a között ez az első három megrendelés, tehát az első három számít, tehát nem lehet az, hogy a másodikat, a negyediket és a hatodikat kéred ingyenesre, tehát az első három számít ezt a rendszer automatikusan figyelni fogja, és amennyiben ezt a három megrendelést, vagy a három megrendelést közül valamelyiket az első hónapba teszed meg, amikortól elkezdted használni a rendszert, tehát ugye vagy július 1-től, vagy később, hogyha valaki regisztrál, az első hónapban az 500 forintot is engedi a cég, tehát az utánvétes díját sem kell kifizetned. Viszont ezt követően már, hogyha nem használod az első hónapban a három megrendelést, hanem csak mondjuk egyszer rendelsz, a következő hónapban már, hogyha utánvétel rendez, akkor ez az 500 forintos minimális díj, ez meg fog jelenni a kosaratban. De az első hónapban ez teljesen ingyenes. És azt gondolom, hogy itt, itt a legnagyobb, legnagyobb előnye, ez szeptember 30 ig ide kell terelni tulajdonképpen a régi munkatársakat, és ők a, a DXN shopos regisztrációjuktól számítva az első hónapban Teljesen ingyenesen, 500 font nélkül fogják megkapni az első, akár az első három megrendelésüket. Azt gondolom, hogy ez egy óriási gesztus a, a cég részéről, és ez mindenképpen tudja mindenkinek e, e, támogatni a munkáját. Ugye, visszatérve a, a mai e, programhoz, még van e, néhány e, perc, és e, szeretnék még veletek megosztani egy érdekességet. Ez is sajnos még csak angol nyelven áll ö, rendelkezésre, de ö, azt szeretném most nektek bemutatni, hogy ö, milyen víziunk van ezzel az alkalmazással kapcsolatban, hogyan gondolkozunk, hogyan lehet majd a technikai fejlődést nagyon rövid időn belül bekötni. Ez még talán most egy kicsit félelmetesnek tűnik, de, de én biztos vagyok benne, hogy ez a jövő. Készítettünk ezzel kapcsolatban egy kis ö, rövid videót ami, amit szeretnék most uh, uh, veletek megosztani. hogy igen, ez az. Oké. Good morning, the Essential. Good morning, Laszlo. How can I help you? I would like to order some products. Great. I am ready to serve you. Will it be a single or a group order? A single order. Noted, Laszlo. I am looking for the product name and the quantity. I would like to order one Androgen 90, one Mycoita, and three bottles of Morinzi juice, the small one. Laszlo, are you sure three bottles Morenzi are enough for you? Yes, the essential, I'm sure. Three bottles of Morinzi are enough now. Noted, Laszlo. So, your current order is three bottles of 285 milliliters Morinzi, one Androgen 90, one Mycovita. Is it correct? Yes, it is correct. Is that all you want to order? Yes. Thank you for your confirmation. The total amount is 1,142 dirham. Could we send the products for your primary delivery address, Dubai, Burj Khalifa Residence? Yes, please. Noted, Laszlo. So your delivery address is your primary delivery address, Dubai, Burj Khalifa Residence, 60th floor, apartment number 6005. Is it correct? Yes, it is correct. Thank you for your confirmation. Could we use your primary payment method, cash and delivery? Yes, please. Noted Laszlo. So, your payment method is your primary payment method, cash and delivery. Is it correct? Yes, it is correct. Thank you for your confirmation. When would you like to receive the products? The earliest delivery date is tomorrow afternoon. Tomorrow afternoon is perfect for me. Noted Laszlo. So the ordered products will arrive tomorrow afternoon between 1 p.m. to 5 p.m. Is it correct? Yes, it is correct. Thank you for your confirmation and purchase. We hope you were satisfied with our order process. If yes, please rate our service with five stars. Just say five stars, please. Five stars. Thank you, Laszlo. We hope we can serve you again soon. Have a nice day. Tehát ez az elképzelés a jövőre vonatkozólag, hogy ezzel az applikációval lehessen majd kommunikálni ebben a formában és azt gondolom, hogy a, a technika, ami már jelenleg is rendelkezésre áll, ö, hamarosan tudja ezt százszerzalékosan biztonsággal ö, biztosítani, és hát azon dolgozunk, hogy, hogy ilyen lehetőségek is a rendelkezésre álljanak majd a jövőben. És akkor itt a, a végén, mielőtt a kérdésekre rátérnék, még egy ö, apró meglepetést szeretnék ö, ö, veletek megosztani. Egy ö, másik lehetőségről. Oké, okay. 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 tehát uh a napokban uh, hivatalosan is uh, elindul egy uh, uh, új weboldal. Uh, azért mondom, hogy hivatalosan el is elindul, hiszen ez a weboldal már jelenleg is rendelkezésre áll, néhányan már uh, felfedeztétek. Ez a dxmvideos.com oldalon, ahol uh, professzionális videók állnak rendelkezésre, és ezek a videók kategorizálva vannak, és ezeket a videókat szemére tudjátok szabni. Az elkövetkező napokban néhány apró fejlesztés, mi meg fog ezen történni, de már most is tulajdonképpen használható a, a rendszer, és folyamatosan kerülnek fel új videók. Erről szeretnék egy néhány gondolatot megosztani, tehát hogyha beírjátok a dxmvideoz.com oldalt a böngészőbe majd, akkor ez a kép fog megjelenni. Ugye ez a felület maga angol nyelvű, és csak angol nyelvű is marad, viszont nagyon bárki számára azt gondolom, hogy érthető, hiszen különböző ikonokkal is kommunikálunk. És hogyha ide jöttök erre a, a, a weboldalra, akkor tulajdonképpen ugye először azt látjátok, hogy milyen videók kerültek föl legújabban, milyen videók érhetők el, és mint látjátok, négy egyszerű lépés, az első lépésként kiválasztjátok azt a videót, ami számotokra szimpatikus, megadjátok a saját adataitokat, a rendszer pedig legenerál egy olyan videót, aminek a végén a saját adataitokkal jelentek meg, és utána ezt le tudjátok tölteni. Kaptuk erről e-mailben egy értesítést. Tehát, hogyha megnézitek, akkor van arra lehetőség itt a, a, a kiválasztani, hogy milyen, magyar, milyen nyelven érhetők el videók. Ugye jelen pillanatban angol, magyar, tölök, arab, görög és ö, olasz nyelven érhetők el videók. És hogyha kiválasztjátok a magyar nyelvet, akkor jelen pillanatban ez a négy magyar nyelvű videó érhető el. Ugye ezek mindegyik vertikális videó, hiszen ugye a közösségi médiára lett ö, tervezve. És... Ö, ö, meg lehet őket először meg tudjátok akár itt tekinteni, tehát hogyha rámentek az egérrel, akkor lejátszódik a videó, ezek a videók általában 30 másodperc és 1 perc közöttiek. Ugye a doktorim régebbi interjújából körülbelül egy ilyen 15 videó fog majd fölkerülni, illetve folyamatosan készülnek, ugye most készültek a kalókozmetikai családról is videó, ezek is hamarosan feltöltésre kerülnek tehát érdemes majd ezt az oldalt folyamatosan figyelni, és hát ugye az a cél, hogy a későbbiekben akár több száz, több ezer videó körül közül lehessen választani nyelv, nyelvek, termékkategória szerint, tehát bárki ki tudja választani a számára megfelelőt. Hogyha rákattintatok ugye az adott videón szerephető choose gombra, tehát hogy kiválasztjátok azt a videót, akkor ugye megmutatja a rendszer nektek, hogy oké, okay, ezt a videót választottátok ki, ezt itt a jobb oldalon le tudjátok szintén játszani. Megadhatjátok a neveteket, föltöttek magatoknak egy profilfotót, és utána pedig megadhatok magatoknak három kontaktadatot. Ugye itt a WhatsApp, a Facebook és az Instagram van, de nyilvánvalóan ezt ott legördülő menőben ki lehet választani és meg, ahogy valaki nem használ WhatsAppot, az e-mailt megadhatja, nem használ Facebookot, megadhatja a TikTokot, ha csak kettőt akar, akkor csak kettőt ad meg, és ezután pedig megadja az e-mail címét, ahova a videót kéri. És ugye ezt követi egy preview, láthatod, hogy hogy néz ki a, a, az a, az a ö, személyre szabott része a videónak, úgymond, és hogyha ezzel, ö, ö, ha ez számodra megfelelő, akkor ö, egyszerűen elindul a generálási folyamat, aminek nyilvánvalóan a mértéke attól függ, hogy hogy hányan generáltatnak abban a másodpercben videót. Tehát, ö, hogyha van csak néhányan, akkor ez pár perc alatt megtörténik. Nyilván, hogyha több százan is itt vannak egyszerre, akkor akkor ez esetleg igénybe vehet egy-két órát is, és ezt követően kapsz egy e-mailt, egy linket, ahonnan letöltheted a videót. Ugye semmiféle ilyen korlát nincsen, tehát hogyha te véletlenül valamit elrontottál, és nem tetszik az a videó, miután rájöttél, miután letöltöttél, akkor egyszerűen kitörlöd és csinálsz magadnak egy másikat. Tehát nem lehet, nem lehet semmit elrontani, bármit ki tudsz próbálni, és hogyha ugye elkészítetted a, a saját videódat, akkor használhatod a közösségi médiába, meg tudod osztani. Úgyhogy erről én nagyon bővebben nem Szeretnék beszélni, hiszen mindenki nagyon egyszerűen ki tudja próbálni, le tudja, le tudja tesztelni, és hát azon dolgozunk, hogy a jövőben nagyon sok ilyen videó készüljön, ami, ami tudja támogatni a, az online üzletépítési folyamatot, és még jobban tudjátok népszerűsíteni a terméket, illetőleg a helyi irodáknak is lehetőséget biztosítunk arra, hogy ők is elkészítsék a saját professzionális videójukat, és földöltsék erre a rendszerre tehát a különböző rendezvényekről fognak készülni ilyen, ilyen rövid videók, motivációs videók, és ezek mind-mind folyamatosan föltöltések kerülnek a, a erre, erre, a weboldalra, és bárki személyre tudja szabni. Nyilvánvalóan, hogyha megnézitek, és nem akarjátok ezt a személyre szabást választani, a nyitó oldalon bármelyik videó személyre szabás nélkül is letölthető és használható.